Vintás darabnak számító autók és alkatrészek sokassága a Békevárosrészi Szupermarket parkolójában a 12. veterán találkozón. A rendezvényre sok veterán járműkedvelő kilátogatott. Én is motoros ember vagyok, van 3 veterán motorom, egy 350-es Java, 33 éves, egy 50 éves Java Super, meg egy Simpson 88-as évjárat, aztán érdekelnek ezek a régi dolgok. Figyelemmel kísérem ezeket a régi járműveket. Az érdeklődők mellett azonban rengeteg kiállító is érkezett egy kis multidézésre kedvenc autójával. Ez egy 1977-es évjáratú Lada 1500-as, az a híres kereklámpás, ami a maga idejében 80-es évek elején egy igen menő autónak számított. Most úgy néz ki, hogy az autók reneszánszukat élik, mögöttünk még másik 2 Lada található. Most már egyre több autó jár ki, egyre több fiatal veszi elő ezeket a régi öreg autókat, nagy szeretettel gondozzák őket, restaurálják, mert ezeket már nem javítani, ezeket már restaurálni kell. És hál' Istennek örömmel lehet látni, hogy egyre több fiatal nagy kedvel csinálgatja ezeket az autókat, és őrzi, védi a régi múlt emlékét. Rácz László, a rendezvény főszervezője azt mondja, országszerte hatalmas népszerűségnek örvend a veterán jármű találkozó. Mutatja ezt az is, hogy nem csak városiak látogattak ki az eseményre. A cél, hogy idősebb veteránosokat is bevonni, akkor alkatrész, esetlegesen a most épülő autóhoz, motorhoz itt megvásárolhatják, meg egyáltalán egy ilyen baráti összejövetel, egy ilyen kis találkozót tartunk ilyenkor. Az eseményen a veterán kedvelők tehát az eszmék mellett alkatrészeket is cserélhettek, valamint kipróbálhatták egymás veteránjait is.